A koronavírus járvány negatív hatásaival a Jászai Mari Színház színésztársulatának is meg kellett küzdenie. Igyekeznek ezt az időszakot maguk mögött hagyni, hiszen az idei évadban 200-nál is több előadást mutattak be, és több fejlesztést is sikerült megvalósítaniuk. Biztos unják már a nézők, hogy mi minden történik a Covid alatt, mindenkire milyen hatással volt mindenünk életére. Nyilván a színházaknak is ez egy nagyon nehéz időszak volt, hiszen a fő profiljukat azt, hogy beengedjék a nézőket a nézőtérre, és együtt átélhessék az előadás adta örömöt, ezt nem tudtuk megadni. Mint minden színház, mi is az online térbe szorultuk abban az időszakban. De nem állt meg a munka, mert amikor lehetett, próbáltunk, amikor lehetett, csinosítottuk az épületet, és készültünk arra az időszakra, amikor újból lehet színházba jönni. Ez szerencsére nem is rövid idő alatt, de mégiscsak elérkezett, aztán még ezt bukdácsoltunk ebben, mert megint bezártak minket, aztán megint ki lehetett nyitni. Tehát sok nehézség volt, át kellett tolni bemutatókat, be kellett ugrani, tehát ez sok minden olyan dolog volt így összesűrítve, ami nem szokott történni velünk. De az évadzárón is elmondtam, hogy nagyon jól vizsgázott a közösségünk, a Jászai csapata és a nézőink is. Tehát mind türelemből, mind pedig szeretetből, és ez egy nagyon nagy öröm. Az eseményen átadásra kerültek a közönség és a Jászai gyűrűdíjak is. Danis Lídia az évad legjobb színésznőjének járó elismerést, valamint az évad legjobb női alakításáért járó díjat vehette át. A színésznő az idei évadban 5 új bemutatón is megmutatta tehetségét a közönségnek. Nagyon jó érzés ez, hogy a közönség is, és a társulat tagja is rám szavaztak. Nem szeretnék álszerény lenni, nagyon marha jól esik. Nyilván ezek a díjak, ezek mindig olyanok az életemben, hogy oké, rendben, de a munka az ugyanúgy folyik tovább. Fontos évad volt számomra. Sok mindenről tudtam beszélni a színpadon, ami számomra nagyon fontos. Társadalmilag, szociálisan, akár a 10-ről beszélünk, ahol ugye egy gyereklányt fogalmaztam meg, vagy a közellenség kancájában, vagy a revizorban a polgármester asszony, ami Fehér Balázs Benővel, ami egy egészen érdekes utazás volt a tekintetben, hogy olyan dolgokról tudtam beszélni a színpadon, amelyek számomra rendkívül fontosak. A társulat már javában készül az új évadra, ahol ismét színes előadásokkal várják a nézőközönséget.